Thank you.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai találkozónkon. Tisztelettel és kicsit meghatottan is állok itt, mert az 55 éves évfordulóra szerveztük ezt a mai baráti találkozót, és nagyon örülök, hogy ilyen szép létszámmal megjelentek. Szeretném köszönteni azokat a kollégákat elsősorban, akiknek köszönhetjük, hogy 55 évig a Magyar Televízió fönnmaradt, és tovább fejlődik, és ők, akik letették az alapkövét a magyar televíziózásnak, és még soraiban vannak, eljöttek. Szeretném a televíziós szakszervezetek nevében köszönetemet kifejezni. Átadnám a szót Décsi Lászlónénak. Tisztelt ünneplő közösség! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű napon. Köszönöm, hogy ilyen sokan emlékeztek az 5, illetve 4 évvel ezelőtti összejövetelen elhangzott utolsó mondatomra. Találkozunk 2012-ben. Külön szeretettel üdvözlöm azon munkatársa, legrázóbb a ház búcsúztatója volt. Én, és azt hiszem velem együtt nagyon sokan gondolják úgy, hogy akkor ért véget a magyar televíziózás egy igen jelentős szakasza, a mi igazi tévénk megszűnt. Az előző években is sok változás volt, kint is, bent is, de akkor 2009. júliusában lezárult egy csodálatos korszak az életünkben. Ma ünnepelni jöttünk, ünnepelni a magyar televíziózás bölcsőjéhez. Ebből az épületből indult el 55 évvel ezelőtt az első magyarországi élő televíziós műsorsugárzás. A műszaki előkészületekről, az első kísérleti sugárzásokról már sokszor láthatok visszaemlékező csodás filmeket. Az ezekben szereplő kollégái nagy része már nincs velünk. Örömünkre azonban igen sokan vannak ma is itt, akik az első pillanatoktól kezdve a televíziózásnak szentelték az életüket. Május 1-én lesz 55 éve, hogy a kihívásokat szakmai izgalmat kereső munkatársaink hosszú évek kísérletezései után azt mondhatták, készen vagyunk, tessék, adás! Az munkánkat. Azok az emberek, akik ezt az intézményt működtették, mi voltunk. Azokról a munkatársainkról is beszélek, akik a külvilág számára ismeretlenek, de nélkülük nem lett volna adás, hiába készült el egy műsor. Ők azok, akik az adón voltak, a karbantartók, az ügyeletesek, azért, hogy legyen villany, hogy legyen jel a rekker, legyen kapcsolat a ház, a helyszín és az adó között, hogy a néző otthon semmit ne vegyen észre, csak élvezze a műsort, nézze az adást. Mi tudjuk, hogy hány százan dolgoztak és dolgoznak ma is, hogy zökkenőmentesen menjen a műsorok sugárzása. Mondjuk ki, hogy leforgat a digitális kamera. Fantasztikus modern eszközökön dolgoznak a mostani kollégáink. Ezer és egy okunk van ünnepelni magunkat, mert mindenki, aki az elmúlt 5 évben a tévében dolgozott, vagy még most is ott dolgozik, szellemi, fizikai, művészi alkotó munkájával szolgálta ezt a furcsa, csodálatos teremtmény, a Magyar Televízió. Kérem, gondoljunk egy pillanatra drága halottainkra, akik nem értik meg ezt a csodálatos napot, de itt vannak a szívünkben, és együtt ünnepelünk velük, boldogan látják, és remélem, illetve tudom, hogy milyen nagy közösség vagyunk még most is. Bármerre fújt az élet szele bennünket, bármilyen módon szűk meg munkaviszonyunk, mi életünk végéig kérdések maradunk. Ez senki nem veheti el tőlünk, és ez így van rendjén. Használni még az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a kollégáknak,
akik részt vettek, vagy részt vesznek a mai összejövetelünkön, és segítették a mai összejövetelünket, és külön ki szeretném emelni a Bécsi Lászlóné Gizinek a ténykedését, akinek munkájának köszönhetjük, nagy részt az ő munkájának köszönhetjük, hogy a mai összejövetelünk sikeres lett. Nagyon sokat ünnepelsz most már. Miért? Ez a nap is volt, hogy most a régen, hogy megyek haza is, nekem kényelek, és sokat más. Oda néz! Nagyon jár, összeg.
Vagy én vagyok, vagy a kovácsom is. Hát akkor mi?